Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Ebben az évben eljutottunk odáig, hogy immáron, ha jól számoljuk, akkor 12 nap van hátra a kényszerbetelepítés elleni népszavazásunkig. Ez egy óriási lehetőség Magyarország számára. Azt gondolom, hogy akik itt vannak, akik meghallgatták a hívó szót, azok számára ezzel újat nem mondunk. Ez a nemzeti ügy, ez a pártok felett álló ügy, mindannyiunk közös ügye, az elmúlt évtizedeknek talán legfontosabb kérdése, és talán nem visszük túlzásba, nem mondunk túl nagyot, ha azt mondjuk, hogy valószínűleg az elkövetkező évtizedeket, akár fél évszázadot is meghatároz majd az, hogy hogyan döntünk egyáltalán, illetve hogy ennek a döntésnek milyen hatása lesz, hogy ebből a döntésből milyen következményeket tudunk majd kipréselni az európai közösségen belül. Amióta készülünk erre a kvóta népszavazásra, a kényszerbetelepítés elleni fellépésre, az elmúlt hónapokban, főképpen az elmúlt hetekben, amikor intenzívebbé vált ez a felvilágosító munka, ez a konzultáció az emberekkel. Nos, főképpen az elmúlt hetekben nagyon sokat jártam én magam is, és járjuk a munkatársaimmal a választókerületet, illetve az országos vezetőink járják az országot, és fórumokat tartanak. És el kell mondjam, hogy nagyon jó tapasztalataink vannak. Ezt azt hiszem, hogy aki a standokon találkozott velünk, vagy akikkel jövetmenet összefutottunk, szót váltottunk, meg tudják erősíteni, hogy magyar polgárok mondjuk 10-ből körülbelül 8-an értik, hogy miről van szó, és pontosan tudják azt is, hogy mi a teendőnk, el kell menni október 2-án, és nem meg kell szavazni. A dolog tehát nem azon áll, vagy bukik, hogy el tudjuk-e magyarázni azt, hogy mi a teendő és mi a helyes válasz, hanem nyilvánvalóan azon, hogy elég magyar ember érzi-e úgy, hogy neki személyesen is dolga van ezzel a hatalmas kihívással. És megnyugtató volt számunkra a standolás, a beszélgetések, a konzultációk, mert nagyon sokan megerősítették és mondták, hogy igen, részt fognak venni, és még megnyugtatóbb volt az, hogy a választókerület településein az önkormányzatok is pozitívan álltak ehhez. Nincs olyan önkormányzat, amelyik ne fogadta volna el a kötelező betelepítés elleni kvóta határozatát, kivéve a gödöllői önkormányzat. Ugye április környékén, amikor az első ízben történt, hogy a gödöllői önkormányzat ezt elutasította, akkor az néhány nappal azelőtt történt, hogy Georg Pötlét láttuk vendégül, és egy fantasztikusan jó előadást tartott a migrációról, a migrációnak a veszélyeiről, a migránsokról, a migráns helyzetről, német ember egyébként, hogy félig német, és a német helyzettel is nagyon tisztában van. Rendkívül sok érdekes és tényszerű dolgot tudtunk meg tőle erről. És aztán folytatódott a sor, Spötlét vendégül láttuk még Aszódon, tehát a környéken, aki esetleg Gödöllőn nem jött el, Aszódon tudott vele beszélni, meghallgathatta. Kiszeli Zoltánt láttuk vendégül a múlt héten Kerepesen, és hát szintén rendkívül jó előadás keretében értesültünk az aktuális fejleményekről is. Tehát igazából a választókerület településein, a választókerületben, az emberek hangulatán, az önkormányzatok hozzáállásán mi hibát nem találtunk, kivetnivalót nem találtunk, minden afelé mutat, hogy pontosan értjük ennek a kérdésnek a súlyát, és tudjuk a felelősségünket. Azonban a múlt héten a gödöllői önkormányzat sajnos másodszor is elutasította a kötelező betelepítési kvóta elleni határozatot. Ebből viszont számunkra az vált érthetővé és világossá, hogy Gödöllő fokozott veszélyben van. Ezt egyébként a környező településeken is érzékeltük, hiszen a környező településeken az emberekkel beszélgetve, miután értesültek erről, azért fölbukkant az a kérdés, hogy most akkor mi történik? Tehát mi lesz Gödöllőn?
Ha a Gödöllői önkormányzat nem áll ellent ennek a nyomásnak, a Gödöllői önkormányzat a Szegedi önkormányzat mintáját veszi alapul, és a Gödöllői testvérváros, ausztriai testvérváros biztosan találkoztak Badischl-nek a nevével, és polgármester úrnak van egy ilyen bejegyzése egyébként a honlapján, hogy a Badischl-i példát pozitív példaként említi, ahol is 100 menekült családot fogadtak be a testvérvárosban. Hát ha ezt nagyon könnyű átszámítani, és ezt meg is teszik a szomszéd településeken is, ez Gödöllőn 200-220 családot jelent, ez családegyesítéssel, amit most az Unió éppen a legutóbbi határozatainak egyikével tett még könnyebbé, ez akár 1500 embernek a betelepítését is jelentheti Gödöllőre. Tehát nagy a nyugtalanság, mert egyáltalán nem mindegy a környező településeken, hogy mondjuk 1500 migránst a Blahai város részre, vagy Mária Besnyőre, vagy a Valkói Isaszegi részre akar majd az önkormányzat betelepíteni, vagy esetleg szétteríteni a városban, városközpontban, üresen álló ingatlanokban. És ugye nagyon sokféle álhíresztelés lát napvilágot, például ugye Botka is azzal védekezett Szegeden, hogy micsoda marhaság ez, hogy majd a Unióval őköt szerződést, meg a bizottsággal, hogy a bizottság nem áll kapcsolatban egy várossal. Ezért mindenkinek figyelmébe ajánlom, szintén a múlt héten volt jelentkezett 22 olyan civil szervezet, ismerjük ezeket a civil szervezeteket, tudjuk, hogy honnan kapják a finanszírozásukat, és hogy nem feltétlen felülről korlátos a finanszírozásuk, de ez a 22 civil szervezet kifejezetten a kötelező betelepítés mellett érvel áll ki. Nem kell az Európai Bizottság, hogy egy városba akárhány család betelepüljön, elég, hogyha jelentkezik a polgármesternél egy civil szervezet, és visz egy táska pénzt, hogy kibérelni az önkormányzati ingatlanokat. Tehát egy önkormányzati hozzáállás, adott esetben egy önkormányzati befogadó hozzáállás nagyon veszélyes tud lenni. És mivel Gödöllő, úgy érezzük, fokozott veszélyben van, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy itt most sokan vagyunk, nagyon-nagyon fontos, hogy aki innen hazamegy, az elkövetkező 10-12 napban minél több emberhez eljuttassa a hírt, hogy Gödöllőnek ki kell állnia magáért, függetlenül attól, hogy az önkormányzat hogyan áll ehhez a kérdéshez, mert csak a gödöllőiek aktív részvétele, a gödöllőiek határozott véleménye tudja megakadályozni azt, hogy Gödöllő, és ezzel egyébként a környék is nagyon rossz helyzetben, mégpedig visszafordíthatatlan rossz helyzetbe kerüljön adott esetben egy betelepítés kapcsán. Most ezekkel a bevezető gondolatokkal én valamennyünk nevében tisztelettel köszönteném dr. Gyurka Andrást, aki a Fidesz Európai Parlamenti frakciójának képviselője és a frakció vezetője is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Képviselő úr, mindenekelőtt szeretném megköszönni a meghívást. Ez most nem üres udvariasság, én nagy örömmel jövök Gödöllőre, nem azért, mert ritkán járok ide, hanem azért, mert épp ellenkezőleg elég sűrűn járok ide. Van egy személyes kötődésem a városhoz, ezt nem szeretném a véka alá rejteni. Édesapám több évtizede már itt tanít az egyetemen, a Gödöllői Egyetemen. Most már 80 éves is elmúlt, és mégis minden héten kijár, és megtartja az óráit. Én pedig nagy örömmel látogatom meg sokszor, és nagy örömmel nézünk körbe olykor a városban is, úgyhogy ha nem is kivételes alkalom, hogy itt vagyok, de örülök, hogy itt lehetek, és nagyon köszönöm képviselőnek még egyszer a meghívást és a felkérést. Én azzal kezdtem volna, hogy hát a bevándorlás kérdéséről, a migráció kérdéséről már mindenki mindent tud. És egészen addig, amíg képviselő úr arról beszélt, hogy milyen kiváló programok és előadók voltak itt az elmúlt hetekben, hónapokban ebben a témában, addig meg is voltam győződve arról, hogy ez bizony így van. Mindenki mindent tud már a bevándorlás kérdéséről. De aztán rátért arra, hogy ha jól értem, akkor itt Gödöllőn a város vezetése már kétszer is elutasította azt a határozatot, amely ellentmondott volna a kényszerbetelepítés kérdésének. És ha ez így van, akkor mégiscsak az a helyzet, hogy
legalábbis néhányan, mintha lennének, akik nem mindent tudnak a bevándorlás kérdéséről. Mással nem nagyon tudom azt magyarázni, hogy egy önkormányzat vezetői egy ilyen határozatot elutasítanak. Ugyanis pontosan úgy van, ahogy képviselő úr elmondta, a standon azt tapasztalta, hogy 10-ből 8 ember egyetért ezzel a dologgal, és nemmel kíván szavazni a népszavazáson. Ezt mutatják a közvéleménykutatások is. 80%-a az embereknek egyetért. Én biztos vagyok benne, hogy ez Gödöllőn is így van, miért lenne másképp, és a környező településekén is így van, miért lenne másképp. Ha így van, akkor már csak az a kérdés, hogy a városvezetői miért fordítanak hátat a településen élőknek. Erre én nem tudom a választ, de azt gondolom, hogy bárhogyan is van ez, önöknek most lehetőségük lesz arra, hogy 12 nap múlva kiálljanak ezért a városért, és kiálljanak a környező településekért is, és egy egybehangzó erős nevet mondjanak a kényszerbetelepítés kérdésére. Nos, tulajdonképpen a végétől kezdtem. Azt is mondtam, hogy nagyon sok újat már nem lehet mondani a bevándorlás kérdésről, de ha ilyen szép számban összegyűltünk, azért mégiscsak próbáljuk meg, és beszélgessünk egyet erről a témáról. Én azt gondolom, hogy talán két ok is lehet, ami miatt nem felesleges ez az összejövetel. Az egyik az, hogy alkalmat ad arra is, és én szeretném, hogyha megragadnánk ezt az alkalmat, hogy a bevándorlás kérdésén túllépve beszéljünk az európai helyzetről úgy általában, az európai válságról. Azt hiszem, hogy erről bőven van mit együtt gondolkodnunk. És a másik ok az, hogy én magam most már több mint egy évtizede dolgozom európai parlamenti képviselőként, 13 éve töltöm életem nagy részét Brüsszelben, és talán vannak olyan személyes tapasztalataim, gondolataim, amik gazdagíthatják az egyébként meglévő információ mennyiséget a jelenlévőknél. Nos, ez alatt a 10-13 év alatt nagyon sokat változott Brüsszel. Mindannyian emlékszünk arra az idealizált képre, ami ott élt bennünk, kelet-európai polgárokban, Nyugat-Európával kapcsolatban. Aztán ez az idealizált kép az évek folyamán szépen fokozatosan szertefoszlott, valahogy úgy, ahogy a nyugati biztonság is szertefoszlott. Ott voltam az Európai Parlament épületében, amikor felrobbantották a terroristák a közeli Malbec metróállomást. A legtöbb munkatárs ezen az állomáson keresztül érkezik egyébként a parlamentbe. És akkor ott, abban a helyzetben egyáltalán nem tűnt túlzásnak az a mondat, hogy Európa ostrom alatt van, ahogy a fejetlenség kezdett úrrá lenni. Nos, Brüsszel átalakult az elmúlt évtizedben. Egyre kevésbé az az idilli hely, ahol németalföldi vöröstéglás házak, meg csupa üveg paloták között sürgölődnek az európai bürokraták. Egyre inkább emlékeztet Brüsszel olyan képsorokra, amiket azelőtt csak a közel-keleti híradásokból ismertünk. Négyesével járkáló, állig felfegyverzett katonái a belga hadseregnek, a nagyobb kereszteződésekben csapatszállító járművek és sziréna zaj. A minap megkérdezte tőlem valaki, hogy milyen messze lakom az Európai Parlament épületétől. Azt mondtam neki, hogy gyalogtávolságra, de hogy pontosan hány percnyire, az napszakfüggő. Nem azért, mert estére elfáradok, reggel 10 perc, este pedig 30 perc, hanem azért, mert az Európai Parlament és az én szállodám között, amiben meg szoktam szállni, ami szintén egyébként a belvárosban található, van egy olyan városrész, amin este nem tanácsos keresztül menni. Ez az, amit tudományosan ugye no-go zónának neveznek. Így aztán a reggeli 10 perc, estére 30 perc nő. És akkor még nem is a külvárosról beszélünk, nem beszélünk arról a negyedről, amit Malbecnek, amit Molenbeeknek hívnak, és amely negyed egyébként az elmúlt hónapokban olyan sokat szerepelt a híradásokban. Szintén nem egy külvárosi rész egyébként, ugye ez az a negyed, Molenbeek, Brüsszel negyede, ahova az összes nagyobb európai terror támadás, ami az elmúlt években történt, így vagy úgy visszavezethető. Vagy a fegyvereket szerezték be onnan, vagy az elkövető volt oda valósi, és így tovább. Nos,
az a kérdés, hogy hogyan vált Molenbeek egy ilyen negyed D, vajon a véletlenek furcsa összjátéka eredményezte ezt, vagy van valami tudatosság mögötte. Nos, a helyzet az az, hogy ennek a városrésznek, Molenbeeknek volt egy polgármestere, egy bizonyos Philip Moreau, aki szocialista színekben 20 éven keresztül vezette ezt a várost. 20 év alatt 30%-kal megnövelte a település népességét, bevándorlókat telepített be Molenbeekbe. Kettős célja volt egy ideológiai cél, a multikulturalizmusnak a szolgálata, de volt egy praktikus cél, szavazókat akart magának. Ezek az emberek ugyanis a baloldalra, a szocialistákra szavaztak, és hatalomban tartották 20 éven keresztül ezt a polgármestert. És ez alatt a 20 év alatt Molenbeek bevándorló többségűvé vált, muszlim többségűvé. Ma ez a helyzet. Ha az ember ott sétál, mintha Casablanca utcáin sétálna gyakorlatilag. És mindennek eredményeképpen ez a 6 négyzetkilométernyi terület Brüsszel szívében, ha úgy tetszik, Európa szívében, ez egy dzsihadista kiképző táborrá vált, Európa terrorista gyárává. Salah Abdeslam, az a terrorista, aki a párizsi merényletek mögötti agy volt, kitervelő, Salah Abdeslam, és egyébként a keleti pályaudvarnál toborzott, akkor, amikor itt vonultak át a migránsok, és az elkövetők egy részét ott a keleti pályaudvarnál szedte össze. Most ez a Salah Abdeslam is ott, a Molenbeek negyedében élt. Készítettek a munkatársaim néhány diát, amelyeket szeretnék megmutatni, hogy aztán beszéljünk róla néhány szót. Itt ugye a migrációs hullámmal kapcsolatos alapvető információk láthatóak. Tavaly 1,5 millió bevándorló érkezett Európába, és többségük azon az útvonalon, ami részben Magyarországon is keresztül vezetett. Ezek az információk jól ismertek mindenki számára, én azt gondolom. Ami talán kevésbé, az a bevándorlás történelmi háttere. Ugyanis nem egy új keletű jelenségről van szó. A bevándorlás első hulláma az 50-es, 60-as években kezdődött Európában. Akkor még vendégmunkásoknak hívták azokat, akiket a nyugat-európai országok betelepítettek, és azt gondolták, hogy majd haza fogják őket küldeni a későbbiekben. Ugye emögött is volt egy ideológiai, meg egy praktikus ok. Az ideológiai, az a lelkiismeret furdalása volt az egykori gyarmattartó országoknak, és ezért aztán a valamikori gyarmataikról hívták be ezeket az embereket, de a praktikus ok, talán még fontosabb volt, az úgy szólt, hogy kellett a munkás kéz a háború után újraépülő Európában, prosperáló gazdaságban. A cél ugyanakkor az volt, hogy ha majd nem lesz rájuk szükség, akkor hazaküldik őket. Aztán bekövetkezett a válság időszaka, az olajárrobbanás és az azt követő gazdasági válság a 70-es években. Már nem volt szükség ezeknek az embereknek a munkájára, de az a helyzet, hogy az addigra kialakult jóléti társadalmak már nem vették a bátorságot, hogy hazaküldjék ezeket az embereket, sőt, ez volt az időszak, amikor kiterjesztették rájuk a szociális juttatásokat, a családtámogatási rendszert, és így tovább, és ez volt a családegyesítések időszaka is. Ekkor aztán új cél került megfogalmazásra, ez az integráció, hogy ezeket az embereket integrálni kell. Most volt, aki már korán látta azt, hogy ez egy reménytelen vállalkozás, voltak ilyenek. Charles de Gaulle például azt mondta, hogy azok, akik az integrációt hirdetik, azok egy kolibri méretű aggyal sem rendelkeznek. Azt javasolta nekik, hogy öntsenek össze olajat meg ecetet, akármilyen erősen rázzák össze, újra és újra szét fog válni. De Gaulle ezt az 50-es évek végén mondta, tehát voltak, akik ezt már előre látták. Ennek ellenére a multikulturalizmus, az integráció, a szekularizáció parancsa az erősebbnek bizonyult, és ezeket az embereket újra és újra Európába hozták. Annak az eredménye a párhuzamos társadalmak kialakulása lett, nem pedig a multikulturalizmus. A másik dolog, amiről szeretnék beszélni ennek a diának a kapcsán, az a demográfia kérdése. Itt is két dologról, az első a termékenységi ráta. Azt mondják, hogy ahhoz, hogy egy civilizáció fennmaradjon, ahhoz a termékenységi rátának, ez a szülőképes nőkre jutó gyermekek száma, meg kell haladnia a 2,1-et. Ha ez tartósan alulmúlja, akkor az a civilizáció halálra van ítélve. Ma Európában a termékenységi ráta átlagosan 1,6, messze a 2,1 alatt. Lengyelországban például 1,3, a katolikus Lengyelországban. Ugyanakkor a muzulmánoknál a termékenységi ráta
5.0. Ennek az eredménye az egyébként, hogy Egyiptom lakossága az elmúlt 40 évben megduplázódott, Irán lakossága az elmúlt 40 évben meg háromszorozódott, és Szaúd-Arábia lakossága az elmúlt 40 évben meg négyszereződött. Persze az Európában élő muszlimoknak a termékenységi rátája alacsonyabb, de még így is messze meghaladja az európai őslakosokét, hogyha lehet így mondani. Egy számsort hadd idézzek ide, az Egyesült Királyságban a Brit Muszlim Tanács adatai szerint, ugye 3-as a termékenységi ráta, 3.0 a muszlimok esetében, és 1.8 a nem muszlim lakosság esetében. Ennek eredményeképpen 10 év alatt, 2001 és 2011 között 1,6 millióról 2,8 millióra nőtt a muszlimok száma Nagy-Britanniában. Ez 75%-os növekedés 10 év alatt. A másik számsor, amit ide szeretnék idézni, az a népességváltozás kérdéséről szól. A népességváltozás kérdéséről a világban. Most 7,3 milliárdan vagyunk a Földön nagyjából. Ez 2050-re, azt mondja az ENSZ, meg fog nőni 9,7 milliárdra. Ez egy lassuló ütemi növekedés, de növekedés. De ami igazán fontos, hogy távolról sem egyenletes ez a demográfiai növekedés, mert míg Afrikában 1,3 milliárddal fog nőni a népesség 2050-ig, vannak akik ezt itt bőven meg fogják érni a teremben, addig Ázsiában 0,9 milliárddal fog megnőni, és Európában csökkenni fog a népessége az előrejelzések szerint mintegy 30 millióval. Miért mondtam ezt el? Azért, mert mindebből levonható az a következtetés, azt gondolom, hogy amire számíthatunk itt Európában az előrejelzések szerint, és ez gyakorlatilag puszta matematika, az az, hogy egy csökkenő európai népességen belül növekedni fog a másod, harmad generációs bevándorlóknak, integrálatlan bevándorlóknak az aránya, és eközben egyre nőni fog a demográfiai nyomás déli és keleti irányból Európára. Ennek pedig az lesz az eredménye, hogy a multikulturalizmus csődjének köszönhetően a társadalmi feszültségek nőni fognak, és a biztonság pedig tovább csökken majd. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen kijelenthető az, és az elmúlt gondolatoknak ez volt a legfontosabb üzenete, hogy az európai bevándorláspolitika már azelőtt megbukott volna, hogy ez az új népvándorlási hullám kezdetét vette. Ennek ellenére, én gondolom, hogy mindennek tudatában egyébként, Brüsszel továbbra is ugyanazt a megoldást javasolja a helyzetre, amit eddig, ez pedig a határvédelem helyett a kényszerbetelepítés, vagyis az a bizonyos elhíresült kvótacsomag. Kitart tehát a brüsszeli liberális baloldali elit. Soros György éppen mai hír, hogyha jól gondolom, újabb fél milliárd dollárral fogja finanszírozni a migrációt. Jean-Claude Juncker valamelyik közelmúltbeli frakcióülésünkön azt mondta, hogy ő mostanában fáradt és sokszor bizonytalan, de egy dolgot biztosan lát, ez pedig az, hogy semmi kapcsolat nincsen a terrorizmus és a bevándorlás között. Hát Jean-Claude Juncker is kitart, és Angela Merkel is kitart, szintén mai hír, hogy mintha már a kezét tördelné az eseményekkel kapcsolatban, de nem vonja le a következtetést, akárhány vereséget is szenved a CDU, az ő pártja a tartományi választásokon, szerte Németországban most már, ő továbbra is kiáll a kényszerbetelepítés mellett és a kvóta, mint megoldás mellett. A dolog egyre inkább egy ilyen abszurd drámára kezd hasonlítani. Nekem minden esetre sokszor eszembe jut egy filmrészlet, ez az Erika Viking című film, lehet, hogy vannak, akik ismerik ezt a filmet, a Monty Python nevű abszurd társulatnak egy filmje. Ennek a filmnek van egy jelenete, ami Atlantisról szól, Atlantis süllyedéséről. A jelenet úgy szól, hogy állnak Atlantis vezetői a fórumon, és
recsegnek, ropognak az épületek, dőlnek össze, a víz emelkedik, először a bokájukig ér, aztán a derekukig ér, aztán már a mellkasukig ér, és ők váltig hajtogatják, hogy nem süllyedünk, és mindenkit arra kérnek, hogy ne adjanak hitelt a rémhírterjesztőnek, ez valójában csak az átlagosnál egy valamivel magasabb dagály, amivel szembesülnek. Azt nem mondják, hogy wir schaffen das, amit a német kancellár mondott, hogy majd megoldjuk, de ez sugárzik belőlük, aztán persze elsüllyed Atlantis velük együtt. Nos, ez az, amit el kellene kerülni, ezt a bizonyos süllyedést, de ahogy a nők reagálnak a dolgokra, az zavarba ejtően erre a filmre emlékeztet. Azt is lehetne mondani, hogy az Európai Unió bevándorlás politikája őrült beszéd, de még rendszer sincsen benne. A kvóta pedig, amit egy csodaszerként ajánlanak nekünk, az egyszerre jogszerűtlen, veszélyes és észszerűtlen is. Veszélyes a kvóta azért, mert teljesen nyilvánvaló, hogy ha valósággá válik, szétteríti a terrorizmus kockázatát az egész kontinensen. Lehet, hogy Jean-Claude Juncker ezt nem látja tisztán, de szerintem mindenki más világosan látja ezt. Aztán jogszerűtlen a kvóta, mert hogy amikor az Európai Unió tagjai lettünk, senki nem mondta, hogy nekünk majd valahonnan máshonnan Brüsszelből fogják megmondani, hogy kivel kell együtt élnünk, és azt nekünk el kell fogadnunk. Erről szó sem volt. Ez tehát jogszerűtlen, de jogszerűtlen a kvóta a bevándorlók szempontjából is, ugyanis ami a valódi menekülteket illeti, és hát nyilván csak róluk lehet szó, amikor a befogadás kérdése fölmerül, az ő jogi helyzetüket a úgynevezett Genfi konvenció rendezi, és annak az egyik legfontosabb pontja, hogy minden menekültnek az ügyét egyénenként kell elbírálni. Szóba sem jöhet az, hogy őket kvóták alapján csomagba ide-oda küldözgetik. Tehát jogszerűtlen mindkét irányba ez az intézkedés. És persze észszerűtlen is, mert senki se gondolhatja komolyan, hogy ezek az emberek, ha majd letelepítik őket egyik vagy másik városába, településére, pontosan ugyanúgy, ahogy a képviselő úr mondta az Európai Uniónak, akkor ők ott fognak maradni. Hát ha nem akarnak ott maradni, majd elindulnak, azt mennek egyik helyre, másik helyre. Abszurd az egész, amit az is mutat egyébként, hogy hát nem működik. Jelenleg ott tartunk, hogy ugye 160 ezer bevándorlót kellene elosztani a tagállamok között. Ezt mi megtámadtuk a bíróságon, és nem vagyunk hajlandóak ebben részt venni. De hát tapsikolva szavazták meg ezt az intézkedést sokan az Európai Unió tagállamai közül. Ehhez képest, bár ez egy jó régi rendelkezés, talán már egy éves is van, most csak nagyjából is fejből mondom, a 160 ezerből jó, ha néhány száz elosztásra került. Ugye? Tehát azok, akik ezt megszavazták, és akik szerint ez a csodaszer, azok se alkalmazzák. Úgy abszurd az egész, ahogy van. Ezért aztán föl is merül időről időre, most az utóbbi napokban is volt egy ilyen vita, hogy akkor elengedi-e a kvótát Brüsszel. Ugye voltak, akik így értelmezték Junckernek a szavait, néha nehéz értelmezni. Sokszor a Horn Gyulai kommunikáció jut az ember eszébe arról, ahogy a kevés összefüggéssel fogalmaz a bizottság elnöke. Ebben a kérdésben ez végképp így van. Sokan ezért aztán, lehet jó indulatból, úgy értelmezték, hogy ő már azon spekulál, hogy elengedi a kvótát. Na, szeretném jelenteni Brüsszelből, ha úgy tetszik, hogy nyugaton a helyzet változatlan. Szó sincs erről. A helyzet az, ezt szóvivőjén keresztül az elnök úr világossá tette most már több alkalommal is az elmúlt napokban, hogy a kvótából nem enged Brüsszel, továbbra is be akarja vezetni. Az Európai Parlament pedig még ennél is tovább ment az elmúlt napokban, a múlt héten elfogadott egy olyan határozatot, amely határozat azt mondja ki, hogy gyorsabban és több bevándorlót kell szétosztani a tagállamok között, és sürgeti az Európai Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb hajtsa végre a kvóta csomagot. Itt tartunk tehát, vagy ahogy egyik képviselőtársam fogalmazott, Elmar Brok, német képviselő, az Unió Magyarország ellenállásával szemben is elvégzi az elosztást. Nos, ez tehát jelenleg a brüsszeli álláspont. A kérdés pedig az, hogy ha mindaz igaz, amit én elmondtam azzal kapcsolatban, hogy, és amit mindannyian érzünk, hogy mi a helyzet ezzel a kvótával, akkor mégis milyen érvei vannak Brüsszelnek a kényszerbetelepítés mellett. Megpróbáltuk összeszedni ezeket az érveket, hogy aztán gyorsan mégis cáfoljuk őket. Az első érv az úgy szól, hogy a betelepítésre
a munkaerő hiány miatt van szükség. Bizonyára mindenki találkozott már ezzel az érvel. A helyzet ugyanakkor az az ENSZ munkaügyi szervezetének statisztikái szerint, hogy ma Európában, ahogy a táblán is látható, 22 millió munkanélküli van. A 22 millió munkanélküliből 11 milliónyian éven túl munkanélküliek, tehát tartósan munkanélküliek. Több országban, Dél-Európában minden második fiatal állástalan. Ugye olyan emberekről beszélünk, akik ebben a kultúrkörben élnek, minimum egy európai nyelvet értelemszerűen beszélnek, lehet, hogy többet is. Ehhez képest a bevándorlók jelentős része analfabéta, és túlnyomó részük természetesen iskolázatlan, tehát azok a legendák, amik az informatikusokról, a beáramló, nem tudom én, sebészekről szóltak, azok teljesen alaptalanok. Ott szerepel egy szám, ez a legutóbbi hivatalos szám, a nagy német cégek mindez idáig 54 bevándorlót tudtak alkalmazni. Ugye jóval 1 millió fölött van a számuk ma Németországban. Ebből 54 embert sikerült alkalmazni. Teljesen világos, hogy csak drága átképzéseken keresztül juthatunk el odáig, hosszú évek után, hogy ezek az emberek az európai munkaerőpiacon alkalmazhatóak legyenek. Következő érv el szokott hangzani, a jövő a multikulturális társadalom. Én most erről már beszéltem az előzőekben, tehát szó sincs itt multikulturális társadalomról, aki járja az európai nagyvárosok utcáit, az látja, hogy no-go-zónák vannak, tudományosan ez párhuzamos társadalmaknak nevezik, és halljuk a híreket például a nők elleni erőszak számának növekedéséről szerte Európában. Én ezért inkább egy másik érvet hoznék ide, ami szintén el szokott hangzani, ez pedig úgy szól, hogy ezeknek az embereknek joguk van a jobb élethez. Most azt gondolom, hogy természetesen joguk van a biztonsághoz, senkitől ne tagadjuk ezt el. De ahhoz nem hiszem, hogy joguk lenne, hogy önkényesen megválasszák, hogy hol szeretnének élni a világban. Egész pontosan, hogy pozitívan fogalmazzam meg, én azt hiszem, hogy mindenek előtt a szülőföldjükhöz van joguk. És ha valamiben segíteni kellene, akkor az, hogy a szülőföldjükön meg tudjanak maradni, és ott a saját életüket élhessék, és ne valaki másnak az életét legyenek kénytelenek élni valahol máshol a világban. Egyébként pedig annak az érvnek az abszurditását, hogy joguk van a jobb élethez, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy ma a statisztikák szerint 3 milliárd olyan ember van a Földön, akik $2 kevesebből élnek naponta. Ezt a 3 milliárd embert az 500 milliós Európa értelemszerűen képtelen lenne befogadni, ez józan észre belátható. Nem tudunk a világ minden szegényén itt segíteni. Elég szegénység és nyomor van egyébként magában, Európában is. Ez józan észre belátható, ezért aztán ez nyilvánvalóan nem lehet kiút. A következő érv, ami el szokott hangzani, ugye ezt már mondtam, idéztem a bizottság elnökétől, a bevándorlás nem függ össze a terrorizmussal. Szerintem ennek az abszurditása is nyilvánvaló. Tudjuk, hogy a terroristák kihasználják az ellenőrizetlen bevándorlási lehetőséget. És igen, most már az is nyilvánvaló, hogy Magyarországon is jártak ezek a terroristák akkor, amikor még a határok nyitva voltak és megtehették. Itt inkább egy másik érvet hoznék elő, ez pedig úgy szól, ami szintén a fejünkhöz szoktak vágni, hogy mi felelősek vagyunk, ugye, ezekért az emberekért. Ezt egyébként a keresztényi felelősségre appellálva éppen azok szokták rajtunk számon kérni, akik máskor visszaűznének bennünket, keresztényeket a templom falai közé, hogy ott legyünk keresztények, de nem a közéletben és nem a nyilvánosságban. Most ők szemforgatva azt mondják, hogy felelősek vagyunk. De nekünk meg lehet a válaszunk. Ez pedig úgy szól, hogy a felelősség, persze fontos, de a felelősségnek rendje van. Aquinói Szent Tamás például írt erről. Nyilvánvaló, és megint csak józan észre belátható, hogy a felelősségünk elsősorban a családunk iránt van, meg a családtagjaink, a gyermekeink, a szüleink iránt felelősek vagyunk a nemzetünkért. És persze ezen túlmenően felelősek vagyunk minden emberért is. De a sorrend az ez, belülről kifele táguló körökben. Ezért aztán azt kell szem előtt tartanunk, hogy hogyan tudjuk a saját családunk, nemzetünk biztonságát garantálni.
mindenek előtt. Arról nem is beszélve, hogy az, amit számon kérnek rajtunk, és amire azt mondják, hogy a felelős magatartás lenne, az szerintem képmutatás. Hadd mondjak erre egy példát. Azt mondják most, hogy az lehet egy megoldás, hogy közvetlenül Törökországból, Szíria mellől, szíriai táborokból telepítünk át Európába menekülteket. Ez felelős megoldás lenne szerintünk. Na de gondoljuk végig, kik lennének ezek az emberek? Ezek a legjobban képzett emberek lennének, ugye? Megtalálnánk azokat, akik a leghamarabb tudnának munkába állni az európai munkaerőpiacon, mondjuk akik iskolázottak. Akkor ez a szíriai középosztály lenne. Ha őket elhoznánk onnan Európába, azzal nyilván egyszer s mindenkorra megszűnne annak a lehetősége, hogy Szíria valaha is talpra álljon, megfosztva saját középosztályától. Ha nem őket hoznánk, hanem azt mondanánk, hogy hozzuk akkor inkább azokat, akik képzetlenek maradjanak ott, akik majd segítenek a szíriai újjáépítésben, elhoznánk tehát az analfabétákat, a képzetleneket Európába, azokat meg örök életükre arra kárhoztatnánk, hogy táborokban éljenek, munkát nem tudnának kapni Európában, csak a kiadás lenne ennek kapcsán. Ezért mondom, hogy ez nem felelős magatartás, ez képmutatás. Amit mi javaslunk ehelyett, az, hogy a kényszerbetelepítés helyett védjük meg a határokat. És ez az, amire példát is mutattunk mi magyarok az elmúlt évben. Hála Istennek nem egyedül kellett ezt megtennünk, azt is mondhatnám, hogy öröm az ürömben az, ami történt itt Közép-Európában az elmúlt időszakban, a közép-európai országok összefogása, a V4 országcsoportnak az együttműködése. Olyan eredményeket hozott ez, amelyeket néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlennek gondoltunk volna, hogy szlovák, lengyel, cseh rendőrök őrzik a magyar határt a déli végeken. Ezek felemelő dolgok, szerintem öröm az ürömben, és nyilván jó lenne ezt az együttműködést megőrizni az elkövetkező időszakra is. Ezen túlmenően is vannak javaslataink, a miniszterelnök úr nem csak kritizálja Brüsszel terveit, hanem saját maga letette a javaslatait a brüsszeli asztalra arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ebből a válságból kikecmeregni, de őszintén szóval ennek egyelőre nem sok foganatja van ott, de hát ezért dolgozunk. A következő kép egy nagyon fontos dologról szól, amit már érintettem itt az előzőekben. Azért ez abban a mondatban foglalható össze, hogy a segítséget vigyük oda, ne a bajt hozzuk ide. Ugye azzal vádolnak minket, hogy felelőtlenek vagyunk, azzal vádolnak minket, hogy szívtelenek vagyunk, nem segítünk ezeken az embereken. Nem vagyunk felelőtlenek, és nem vagyunk szívtelenek, de azt gondoljuk, hogy ésszel kell segíteni. És ennek a lényegét ez a mondat foglalja össze, amit a miniszterelnök úr parlamenti beszédében is elmondott, a segítséget kell odavinni, és nem pedig a bajt idehozni. Ezért van az, hogy a magyar kormány milliárdokkal segíti iskolák, kórházak építését abban a régióban. Segíti a karitatív szervezetek működését abban a régióban, hogy odavigyük a segítséget, és ne pedig idehozzuk a bajt. Van egy képviselőtársam az Európai Parlamentben, Hölvényi György, aki a vallásközi párbeszéd munkacsoportnak a vezetője az Európai Parlamentben, és egy nagyon elhivatott ember, aki az elmúlt időszakban, hónapokban végigjárta a régiót, Líbiától Szírián át Irakig, a legveszélyesebb körzeteket is személyesen látogatta meg. Ő arról számolt be nekem, azt mesélte nekem, hogy a helyiek egyszerűen nem értik azt, amit Európa csinál. Ha egyházi vezetőkkel beszél, ha civil vezetőkkel, mindenki azt mondja, hogy érthetetlen, hogy Európa miért teszi azt, amit tesz. Úgy fogalmaztak neki, hogy Európa vagy gyarmatosít, vagy pedig átesik a másik végletbe, azt mindenkit be akar fogadni. De kérdezni nem tud Európa. Pedig olyan egyszerű lenne, meg kéne kérdezni őket, az otthoni egyházi vezetőket, civil vezetőket, hogy mire van szükségük. És akkor ők megmondanák, nekik arra van szükségük, hogy ott helyben segítsenek, hogy kórházak épüljenek, hogy iskolák épüljenek, hogy mindent megtegyenek azért, akik segíteni akarnak, hogy ne menjenek el onnan az emberek, mert ők ott szeretnének élni végső soron, újjá akarják majd építeni azt a vidéket. De ezt Európa nem kérdezi meg, csak cselekszik. Elmesélt egy történetet Erbilben, Észak-Irakban, annak is Ankava nevű, azt felírtam negyedében, egy kocsmában üldögélve, ott a helyiekkel
beszélgetett, és közben ment a televízió, és a televízióban mentek a hírek, és a híreken belül, mit ad Isten, arról volt szó, hogy az Európai Unió kvótákat fog meghatározni. És ennek a fogadtatása ott abban a közegben egyértelmű volt. Ez azt jelentette, hogy indulni kell, mert várnak minket, és megvan a megoldás arra, hogy ki hova fog kerülni. Amíg erről beszélünk itt az Európai Unióban, amíg a kvóták vannak a napirenden, addig folyamatosan meghívót küldünk ezeknek az embereknek. És lesznek, akik ezek után, miután ott helyben nem segítünk, ezt a megoldást fogják választani. Ha ez Európának a kinyújtott karja, akkor ezt fogják megragadni. Még egyszer mondom, ahelyett, hogy meghallgatnánk az ottani vezetőket, civil egyházi vezetőket, és abban segítenénk, amire valóban szükség van. Mindezek alapján, és mindezek után mi azt gondoljuk, hogy az egyetlen megoldás az a népszavazás lehet, amivel meg tudjuk állítani Brüsszelt. Erre persze Brüsszelben azt mondják, hogy mi populisták vagyunk, ugye, mert meg akarjuk kérdezni a népet. Mi viszont Lincolnnal azt tudjuk mondani erre, hogy a demokrácia az a nép kormányzata, a nép által, a nép érdekében. Ez Lincolnnak a Gettysburgi beszédben elmondott definíciója arról, hogy mi a demokrácia. Ma ezt valaki elmondaná, szegény Lincoln ma mondaná el Brüsszelben, ő is populista lenne, de mi csak tartsunk ki emellett, mert mi nem populisták vagyunk, hanem demokraták, és nem félünk az emberek véleményétől. Szemben ezekkel az urakkal itt a képen, akik viszont félnek a népszavazástól, mint ördög a tömjén füsttől. Nem tudom, olvashatóak ezek az idézetek, elmondom azért, baloldalt Jean Asselborn látható Luxemburg külügyminisztere, aki képes volt azt mondani, hogy az Európai Unió meghal, ha uniós kérdéseket népszavazással döntenek el. Aztán Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke azt mondta, képzeljük csak el, népszavazás arról, hogy Magyarország befogadjon a menekülteket. Ez nem csak abszurd, ez aljas is. A népszavazás intézményéről beszélünk, és demokráciákban élünk. Aljas, ha megmerjük kérdezni a népet ezekről a kérdésekről. Jean-Claude Juncker pedig azt mondta, a bizottságnak ezek után eljárást kell indítani a Magyarország ellen, mert hogy népszavazáson kérdezzük meg az embereket, még egyszer mondom. Eközben, ide fölírtam magamnak, hogy eközben Ausztriában, és egy ilyen smiley-t rajzoltam ide, tehát eközben Ausztriában, a szárnyas kapuk hazájában, mi történik? Az történik, hogy több százezernyi szavazatot találnak az elnökválasztáson, amelyet olyanok adtak le, akiknek nem volt szavazati joga. Így aztán győzött a baloldali jelölt. Aztán, mikor ez kiderült, akkor gyorsan kiírnak egy új választást, de mikor bekövetkezne a választás, most lenne október 2-án, bekövetkezne a választás, akkor az a belügyminiszter, aki ennek az elcsalt választásnak az idején is belügyminiszter volt, az bejelenti, hogy nem lehet megtartani a választás, sajnos, el kell halasztani, mert nem ragadnak a borítékok. És eltolják a választást október 2-ről december 2-re. Fontos körülmény, hogy vezet a jobboldali jelölt a közvéleménykutatások szerint. Ugye? És akkor ez a baloldali belügyminiszter úgy dönt, hogy akkor most tovább tolják a választást, mert nem ragadnak a borítékok. Na, demokrácia kapcsán jutott eszembe, képzeljük el, ha mindez Magyarországon történne. Akkor mi lenne itt? Hogyha nálunk tologatnánk el, amiatt a választás, miközben az ellenfél vezet mondjuk a közvéleményfutatásokban, mert nem ragadnak a borítékok. Szóval ezt lehet, ez semmiféle visszhangokat nem vett Európában, de megkérdezni a népet egy népszavazáson, azt nem lehet. Itt tartunk. Na, most jönnek az izgalmas diák. Itt a magyar baloldal álláspontjáról fogok beszélni néhány szót. Nem őket akarom szapulni, az olcsó lenne, de azért mégiscsak mondjunk el egy-két dolgot. Mondjuk el azt, hogy annak idején ugye a külhoni magyarokra nemet mondtak a december 5-i népszavazáson. Most a migránsokra igent mondanának. Akkor a külhoni magyarokra nemet mondtak. Itt látható egy plakát, ahol egy mostani szocialista parlamenti képviselőhölgy áll ott, még a családját is fölráncigálta a képre.
és amellett érvel, hogy a felelős döntés december 5-én kétszer nem. Nemet kell mondani, tehát a határon túli magyarok állampolgárságára, még itt van az akkori vérlázító szórólap is, hogy ne fizessünk rá a kettős állampolgárságra. Na, ez volt az ő állás, mondjuk akkor, most meg az, hogy nincs is szüksége a népszavazásra, mert nincs olyan, hogy kvóta, persze azt is mondták korábban, hogy olyan sincs, hogy bevándorlás, mert az áll probléma, majd még jön az a dia is, de egyelőre maradjunk itt, mert még azt el szeretném mondani, hogy azért van, ha csak egyetlen egy is egyelőre, de egy szocialista képviselő, aki kimert állni, úgy hívják, hogy Móricz Eszter, 15. kerületi képviselő, és azt mondta, hogy ő keresztény emberként el fog menni, és nemmel fog szavazni. Majd behívták a pártközpontba, kiadtak egy nyilatkozatot, a Móricz Esztert nem tudom, kiadták-e azóta vagy sem, de egy nyilatkozatot kiadtak, és a nyilatkozatban az volt, hogy Móricz Eszter önkritikát gyakorolt, nem megy el a választásra. Nem fog részt venni, mert nem akarja Orbán Viktort segíteni. Na hát akkor ki a demokrata? Az a kérdésem. És teszem hozzá, hogy egyébként a saját szavazóikkal hadakoznak, mert hogy a közvéleménykutatások világosan beszélnek. 80%-ban a baloldali szavazók is bent vannak. A baloldali szavazók jelentős része is úgy gondolkodik erről a kérdésről, ahogy mi. És azon gondolkozik, hogy elmenjen szavazni. A baloldali vezetők velük vitatkoznak, de én most nem róluk szeretnék beszélni, abban még egy diát. Igen, hát ez. Gyorsan túllépünk, ígérem. Magyarország nem csak képes befogadni embereket, de jól is jár az ideérkező emberekkel. Ezt csak ünneplés céljából tettem ki. 10 éves évfordulóra emlékezünk. Őszödi beszéd 10 éves évfordulójára. Úgyhogy mint egy ilyen emlékeztető injekciót szántam ezt a képet. Itt pedig további idézetek a magyar baloldaltól. Azt igazolandó, hogy ők bevándorlás pártják. Ugye ezt már mondtam, a bevándorlás áll probléma, mondta Unhalmi Ágnes, és a Lendvai utcában a székházunk elé kerítést húzott egy ilyen demonstráció keretében, tiltakozván az ellen, hogy mi kerítéssel védekezünk a déli határon. Azt mondta, hogy az olyan embertelen, mintha minket itt körbe kerítene, és kihúzott egy ilyen kerítést. Na, ez volt ő. Aztán átadta a többi idézet is, nem is érdemes talán felolvasni, egyet még mellé tennék Fodor Gábortól, aki most az Igen mellett kampányol. Ő azt mondta éles látással, népvándorlás ugyan 500 emberről beszélünk legfeljebb. Mondta, ugye 1,5 milliót meghaladta már a szám ideig, vagy most már annál is több természetesen. No, hát mindösszesen tehát én azt mondanám, hogy a népszavazás nemzeti ügy. Ez a kérdés nem a pártokról szól, és elmondtam a baloldal álláspontját, de igyekszünk nem ezzel foglalkozni, hanem arra koncentrálni, hogy a baloldali szavazókat is meg tudjuk szólítani. Sokkal inkább az a tét, hogy meg tudjuk-e védeni a közösségeinket, a kultúránkat, meg tudjuk-e védeni a magyar nyelvet, meg tudjuk-e őrizni Magyarországot olyannak, mint amilyennek megismertük. Az elmúlt évszázadokban egymás utáni generációk sokasága dolgozott azért, hogy Magyarországon olyan legyen az élet, amilyen. Mi szeretnénk ezt az életet így megőrizni, és szeretnénk arról magunk dönteni, hogy kivel akarjuk ezt az életet megosztani. Nem akarjuk ezt a döntést senkinek átadni. És igen, szól ez a döntés a biztonságunkról is, a mindennapok biztonságáról. Láttuk a terrorista akciókat szerte Nyugat-Európában, Párizstól, Brüsszelen át, Nizzán keresztül a németországi városokig. Ne áltassuk magunkat, ami ott bekövetkezett, az megtörténhet itt is. Nem szabad kockáztatnunk, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy úgy élhessük az életünket ezentúl is biztonságban mi, a gyermekeink, a családunk, ahogy éltük eddig. Ezért szerintem a helyes döntés az, hogyha mindannyian elmegyünk, és mindenkit meggyőzünk arról, hogy jöjjön el, és szavazunk nemmel határozottan Magyarország függetlensége mellett és a kényszerbetelepítés ellen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Segítek mindenkinek, Tesszár Miklós vagyok, Gödöllőn, ahol a Hádi lakom, és egy érdekes összefüggést szeretnék így az elején elmondani, illetve nem egy kérdéssel folytatni.
Én 10 nappal ezelőtt voltam a német határnál Ausztriában egy kis konferencián, és volt egy szabad délutánunk, és sétáltunk a faluban. Az osztrák családok szépen elvoltak a kis családjaikkal, mindenki családi körben, baráti körben töltötte a szombat délutánt. Az utcákon egyedül menekült családok és sok-sok apró gyerek sétált. Megkérdeztem, hogy mégis hogy van ez. Központilag leosztották a menekülteket abba a 6000-es városba, 80 főt, illetve családot telepítettek. Na most ez itt is megtörténhet Gödöllőn, és ilyenkor nem értem a tisztelt gödöllői képviselőket, hogy miért nem veszik a fáradtságot, miért nem tájékoztatnak minket ennek az ügynek a jelentőségéről. És ez maximálisan nem pártpolitikai vagy pártreferencia kérdése, hogy ki hova szavaz. Azt az önkormányzati választásokon mindenki megteheti. De tisztelt képviselők, úgy látom, hogy itt van egy képviselő, miért nem veszik itt Gödöllőn fontosnak ezt a történetet, mert ha tovább visszük a gondolatot, majd a Petőfi iskolába, az Erkel iskolába, a liceumba fogunk szíriai és afgán gyerekekkel együtt járni. Tehát ezeket nagyon komolyan kellene végig gondolni, és a kérdés az úgy hangzik, hogy egy központi, lehet azt mondani, kormányzati szempontból az ilyen negligáló vagy hallgató magatartást hogy tudjuk értelmezni. Ugye Botka László szocialista képviselő megszólalt, mint szegedi szocialista polgármester, ugyanakkor nekem van a kötődésén, teljesen mást mond az ottani lakos. Teljesen mást mond az ottani lakos, amikor megjelennek az éjszakai hullatókban ezek az átmenekült, ugye Horgosodat nagyon közel van, átmenekült emberek. Én csak erre az összefüggésre szerettem volna fölhívni a figyelmet. Köszönöm szépen. Szép estét kívánok. Jó, és a nép hangja vagyok. 35 évet töltöttem a külügyminisztériumban örökös pártban kívüliként. 10 évig speciális elemző voltam. 20 év tapasztalatom van a katonai hírszerzésnél. Azért mondom, hogy tessék komolyan venni, amit mondok. Igazam a Földi Lászlónak és Georg Störlének, amikor azt mondjuk, hogy már végóta háború folyik. Tessék fölébredni. Ennek a városnak a vezetése is nagyon gyorsan ébredjen föl. Ez nem pártügy, ez nemzeti ügy, és nem is az a jó, hogy mentsük meg Magyarországot, nem. A magyar életet, hogy az utolsó előtti képen volt ragyogóan, hogy közösségeinket, a nemzetet kell megmenteni, az életet kell megmenteni. Ugye van az élettér, az az ország. És van az értéktér, abban van minden, ami anyagtalan, de hozzánk tartozik a magyar nép, a magyar nemzet kultúrájához, történelmi tradíciójához, erkölcséhez. Az erkölcs mértéke. Mert semmi közünk Nyugat-Európához. Semmi. Ők a Káli megöli Ábelt, Romulus megöli Rémuszt, ószövetség, illetve romai jogi tradíción építkeznek, mi a Hunor segíti Magort, Magor segíti Hunort. Ez a mi alapfilozófián. Nem illünk bele az ő világképükbe, erre tessék ráébredni. És örülök, hogy van a népszavazás, mert mindig eljutottunk. De én azt mondom, hogy az egész helyzet, a magyarság annyira nem látja tisztán a helyzetét, hogy úgy tűnik, hogy sokan ott állnak a hídnek a korlátján, és be akarnak ugrani. És hogyha mindenki 90%-ban úgy szavazna, hogy igen, jöjjenek a migránsok, egy felelős kormánynak azt kéne mondani, hogy nem engedem, hogy önként most legyen a nemzetem. Szeretném, hogyha valaki alaposan átgondolná. Még egy. Mi nem gazdasági termelő aranyok vagyunk, meg nem adó aranyok, érző emberek, test, lélek, szellem. Ezt tessék tudomásul venni. Nem érdekel, hogy gondolnak. Kérem, az emberek nincsenek megfelelő adatokkal ellátva. 2000-ben, nagyon régen volt. Volt Madridben egy közgazdász világkonferencia. Arról egy beszervezett szakértő írt egy ragyogóki könyvet, hogy a bevezetői fotóját idézni. Ez Jeremy Rifkin, a világ egyik leghíresebb közgazdásza. Tessék figyelni. 100% mindaz az áru és szolgáltatás, amit az emberiség évente megtermel. Tudnunk kell, hogy ezt nem egészen az emberiség 5%-a termeli meg. Nincs szükségünk nagy tömegű munkaerőre. Nem kell. Akkor mi kell? Le kell váltani a munkaközpontú kultúrát, amit a németek már 46-ban megpróbáltak. 46-ban.
És akkor a háború után Németország évesi nemzeti jövedelmének 5-6%-ából mindenki kaphatott volna állampolgári alapon tisztességes havi jövedelmet. Megszűnne a tőke zsarolási potenciálja. Ez a legfontosabb. Miért fontos? Mert a földanya halódik, kérem, Élővilágegyetemben vagyunk, és ahogyan a világ egyik leghíresebb közgazdásza Naomi Klein mondja és írja a könyveiben. Most körülbelül 2-3 évünk van még, hogy abba adjuk a kapitalizmust, leváltsuk, abba adjuk a kőolaj kitermelést és a földgáz kitermelést, mert belepusztul földanya, és velük mi mindannyian, teljesen függetlenül, hogy ki milyen pártszínekben versenyez. És ugyanezt mondja Stephen Hawking, a világ leghíresebb most élő asztrofizikusa. Tessék odafigyelni a tudósainkra. Köszönöm szépen! És jó, hogy én vagyok. És hát ugye volt egy mondás, amikor azt mondta, hogy jaj, a gyengéknek. És ez kérjük szépen Magyarország, azt hiszem, hogy én ezekben megérte, mert mindig voltak rajtunk, akik uralkodtak. Ez volt maga, már kezdhetjük, hogy a tatárjárás tönkretettek, tönkretettek a törökök, és mindig Kelet- vagyis Nyugat-Európát, és a Kelet-Európát is, mi voltunk a bástyák. Most megint az az igazság, hogy az van, hogy talán nem is kérdezik meg az anyjuk okosak valójában, hogy a nép akarja-e vagy nem akarja, őket semmibe veszik és itt hagyják. És bizonyos egyes bizonyos kevés csoport dönt egy világsorsa felett, és kérem szépen olyan döntéseket hoznak, amikor az embereket szembeállítják egymást. Mint hogyha nem is tudnák az emberek, hogy mit csinálnak. Mert tudjuk, mert nézzék meg kérem szépen, Líbiába katakéba tönkretették az olajvéget, tönkretették Szíriát, tönkretették több államokat, arab államokat, és kérem szépen, kivárva ebből a hasznot Magyarország? Megvannak az emberek, mint a sorokjön, több milliárdokat gyűjtött össze, van itt becsületes tanult emberek, nem tudtak milliárdokat, és egyébként már dolgoztak érte. És az az igazság, ezek az emberek itt felettünk élnek, ez egy se dolgozik meg a pénzig, csak tönkretesz bennünket. Köszönöm szépen! Elnézést kérek, köszönöm szépen, mivel meg lettem szólítva, így engedjék meg, hogy azt mondjam, én lelkiismeretem szerint szavaztam, vagyis nem szavaztam. De ezt is meg tudom indokolni önöknek. 56-ban a közvetlen családom elment, segítették. Nekünk is kell segíteni. Én nem azt mondom, hogy itt kell segíteni, egyetértek azzal, amit a miniszterelnök úr javasolt, hogy ott kell segíteni. És ezt én támogatni tudom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a sok kérdés mindenkinek. Csak egy gondolat rögtön itt a végére, hogy reflektálják, távolajon tőlem, hogy a helyi ügyekbe beleszóljak, de azt azért csak elmondám, hogy nem értem. Hát én továbbra sem értem, minél többet hallom, annál kevésbé értem, hogy hogy lehet az, hogy egy város vezetői egy ilyen ügyben, ahol nyilvánvaló az emberek egyetértése és szándéka, hátat fordítanak a településen élőkkel. Ez számomra elfogadhatatlan. De a következtetést ebben az esetben nyilván a helyben élőknek kell levonni majd a megfelelő időben. Az 56-tal való összevetést én egészen méltatlannak tartom. Most a 60. évfordulóra emlékezünk, a két történet szerintem összehasonlíthatatlan, Halma és Körte. Köszönöm szépen mindenkinek a kérdéseket. Vizi Sándor a Kerepesről még írásban is kérdezett. Azt is köszönöm külön a hölgynek, akinek gratulálnék is, a családot patronál. Ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog. Én azt hiszem, hogy nem kerülhetjük meg a kérdések kapcsán azt a felvetést, hogy jutott ide Európa? Mi a helyzet ma Európával? Én azt gondolom ugyanis, hogy a migrációs válság, bár egy nagyon-nagyon fontos jelenség, és az életünket meghatározni
képes jelenség, de csak tünet. Ugyanúgy, hogy a gazdasági válság is csak tünet. A probléma gyökere sokkal mélyebben van. Európa válsága ennél mélyebben gyökerezik. Fel van nekem írva egy idézet, azt kerestem, Böjte Csaba mondta azt valahol, hogy a nagy civilizációkat a történelem során mindig a belső bűnök bomlasztották szét. Most szerintem ez a helyzet ma Európában is. Európa egy identitásválságban van. Ez a bajnak a gyökere. Nem volt ez mindig így, hogyha ezt orvosolni akarjuk, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy mikor kezdődött a baj. Én azt gondolom, a második világháború után Európa még stabil alapokra építkezett. Persze volt két kézzelfogható ígérete az akkori európai politikának, békét meg jólétet ígért a háború után, ez magától értetődő, erre vágytak az emberek. De ezek az ígéretek a keresztény demokrata gondolkodás alapjaira épültek. Azok, akik az akkori Európát megalkották, az európai közösséget, azok keresztény demokrata politikusok voltak. Schumanntól szoktuk mi idézni, hogy Európa keresztény lesz, vagy nem lesz. Mi szoktuk idézni, más nem idézi ma már tőle természetesen Brüsszelben ezt a gondolatot. És teszem hozzá, ezt abban az értelemben mondta ő, ahogy Antal fogalmazott, aki azt mondta, hogy Európában az ateista is keresztény, tehát civilizációs értelemben. A második világháború után az európai keresztény civilizációs alapokra épült az európai közösség. Csak aztán a 60-as, 70-es években a baloldali liberális gondolkodás szépen fokozatosan elfoglalta ezt az Európát, elfoglalta az egyetemeket, elfoglalta a médiát, meg elfoglalta a pártokat is egyébként. Ma a legtöbb jobboldalinak mondott párt is liberális egyébként Európában. És ez volt az a rombolás, aminek eredményeképpen aztán az vált a módivá, arról beszélt mindenki, hogy Európában valamiféle ilyen posztnemzeti szuperállam jön létre, ahol nincsen szükség már többé nemzeti identitásokra. Ezt a világot jól ismerjük, tulajdonképpen az elmúlt évtizedeknek a világa. Volt egy híres gondolkodó, Francis Fukuyama, aki bejelentette, hogy véget ért a történelem. Nincsen tovább, eljött a liberális demokrácia, minden világok legjobbika, innen már nincsen tovább fejlődés. Csak aztán beköszöntött ez a bizonyos válság, ez az ikerválság, a migrációs válság, meg a gazdasági válság, és kikezdte azt az ígéretet, amit annak idején az alapító atyák tettek az európai polgároknak. Mert a migrációs válság nyomán megroppan a biztonságérzet, a gazdasági válság pedig kikezdi a jólétet. És akkor az emberek hirtelen a talpuk alá néznek, és kiderül, hogy alapok már nincsenek, mert azokat meg lerombolta ez a liberális baloldali gondolkodás. És ott áll Európa egy nagyon mély identitásválságban, gazdasági válságban, migrációs válságban. Ez a mostani helyzet. Én azonban azt is gondolom, mielőtt egészen sötét képet festenék, bár a kép valóban sötét, hogy ez a helyzet, ez mint minden válság, esélyt is jelent egyben. Nekem az az érzésem, hogy a migrációs válság egy kicsit olyan, mint az a bizonyos utolsó csepp a pohárban. És amikor bekerül az utolsó csepp, akkor nem csak az utolsó csepp csordul ki, hanem akkor minden elkezd folyni a pohár oldalán. Mintha ilyen lenne a helyzet, mintha az emberek úgy egyszerre Európa szerte, ezt mutatják a mozgolódások, ezt mutatják a választások Európában, mintha egyszerre mondanák azt, hogy elegük van az ideológiák korszakából, elegük van ebből a baloldali, liberális PC világból, ahol még azt is megmondják, hogy miről lehet vitatkozni, meg miről nem lehet vitatkozni. Mintha ezt a korszakot fölváltaná a józan ész ideje. Lehet, hogy ez egy ilyen vágyvezérelt gondolkodás, ahogy mondják, mert közben jönnek azok a hírek, hogy amikor az iráni elnök Rómába látogat, akkor az ottani szocialista miniszterelnök letakartatja a Vénusz szobrot a Kapitóliumon, hogy ne zavarja az iráni elnököt. Tehát azért a politikai korrektség őrülete még itt van velünk. De én mégis bízom abban, hogy mintha elindulna valamiféle változás, mintha elkezdődhetne a migrációs válság, a gazdasági válság okozta elégedetlenség hatására egy európai újratervezés, újragondolása Európának. Most, ha ez bekövetkezhet, akkor nagyon fontos, hogy lássuk, hogy miből építkezhet Európa. Mi az, ami egykor naggyá és erőssé tette Európát. Van egy skót történész, Ferguson úgy hívják, aki azt mondja, hogy voltak olyan képességei, mint a telefonban az applikációk,
a Európának az elmúlt évszázadokban, amelyek egy szegény háború sújtott, a pest is sújtott a kontinensből, az egész világot meghódítani képes térségé tették Európát. Voltak olyan képességek, amelyek ezt lehetővé tették. Ő azt mondja, hogy például ilyen volt az orvostudomány, a kultúra, vagy éppen a verseny, amik megerősítették Európát. De szerintem még ennél is fontosabb az, hogy ez milyen alapokból sarjadt ki, milyen alapokban gyökereztek ezek a képességek. És ha ezt megnézzük, akkor nem találunk nagyon más, mint a római jogot, a görög filozófiát, a keresztény morált, meg a nemzeti hagyományainkat. Vagyis az identitásunkat. Mert hogy ezek vagyunk mi Európában. Ez az, ami az alapokat jelenti. Ha tehát azt akarjuk, hogy Európa meg tudjon birkózni azzal a válsággal, amivel most szembenéz, ezek az alapokig kell visszaásni, és innen kell újraépítenünk és újra erősítenünk Európát. És én azt gondolom, hogy ebben a folyamatban nekünk, magyaroknak különös szerepünk lehet, küldetésünk, hogyha úgy tetszik. Ezt félve mondom, mert nyilván azért kezeljük a helyén az országunkat, bármennyire is szeretjük és nagynak látjuk. Azért ez mégiscsak egy 10 milliós ország. Nem kicsi, de mondjuk közepes méretű. Kovács László mondta, tanuljunk meg kicsinek lenni, azt nem kell, de közepes méretű ország. Egyébként nálunk a parlamentben számszerűsítve van, mert ugye 750 valahány képviselőből 21-en vagyunk magyarok, abból sem mindenkire lehet számítani természetesen, amikor a nemzeti ügyekről van szó. Tehát tudom a helyünket, meg a méretünket, de mégis azt hiszem, hogy van egy ok, ami miatt ennek a változásnak mi Európában kovászai lehetünk. Ez pedig az, hogy mi, gondoljunk bele, már jó 10 éve szakítottunk a politikai korrektséggel, és szembe mentünk azokkal, akik meg akarták mondani még azt is, hogy miről vitatkozhatunk. Én ezt valamikor a polgári körök mozgalmának a kezdetére teszem. Sokaknak megvannak a személyes emlékei ebből az időszakból. Amikor úgy döntöttünk együtt közösen, hogy bizonyos kérdésekről már pedig vitatkozni fogunk. A család kérdéséről, a munka kérdéséről, a közteherviselés kérdéséről, a nemzet kérdéséről. És ezeket a vitákat lefolytattuk, nem zárt körökben, nyíltan polgári körökben, békemenetek keretében álltunk ki ilyen ügyek mellett mi Magyarországon. És aztán, miután a polgári kormányzás másodjára is esélyt kapott 2010-től, ezeknek a vitáknak az eredményeképpen mi Magyarországon ezekben az ügyekben konkrét kormányzati intézkedéseket hoztunk. Például a család kérdéséről. Micsoda viták voltak, emlékezzünk vissza. Amikor beírtuk az alkotmányba, hogy a család egy nő és egy férfi kapcsolatán alapul, és mint ilyen védendő, mert ez a társadalom legfontosabb alapegysége. Brüsszelben, amit mi azért kaptunk, amennyire triviális ez a mondat, annyira erőteljes volt a támadás Brüsszelben. De kiálltunk emellett, és aztán, miután a társadalom többségét sikerült emellé állítanunk, ma az emberek túlnyomó többsége, 80%-a úgy gondolja, hogy a családtámogatások fontosak, és ez a legfontosabb támogatási forma. Erre politikát építettünk, ebből lett a családi adókedvezmény, az otthonteremtés, a gyedextra, a 3 éves gyed, és így tovább, és ennek már látszik is az eredménye. Az ember nem akarja ezt elkiabálni, de mégiscsak több gyerek születik, több házasság kötetik, és ez a bizonyos termékenységi ráta is mintha javulna. És a munka kérdésében is ilyen vitát folytattunk, mert azt mondtuk, hogy a legjobb formája a támogatásnak a munkán keresztüli támogatás, ha valakinek munkát tudunk adni. És aztán miután ebben egyetértést értünk el a vita eredményeképpen az egész társadalomban, ezek után közmunkaprogramot hirdettünk, startmunkaprogramot hirdettünk, járulékkedvezményeket adtunk annak érdekében, hogy aztán, és már ennek is látszik az eredménye, mostanra 600 ezerrel többen dolgozzanak, mint amikor átvettük a kormányudat, és 5% alá sikerüljön nyomni a munkanélküliséget. Ennek is látszik az eredménye, és vitát folytattunk a közteherviselés kérdésében, arról, hogy a multiknak is adózni kell. Ez is, amit ezért kaptunk Brüsszelben, az hogy lehet. De bevezettük, és adóznak, és a bankok is adóznak. És ebből a bevételből sikerül az államadósságot csökkenteni. Elérni azt, hogy Magyarországon egyszerre csökkenjen az államadósság, nőjön a gazdaság, csökkenjen az infláció, csökkenjen a munkanélküliség. Nincs ország, ami ezt így egybe képes produkálni ma Európában. Nem a kormány érdeme, csak és kizárólag, épp arról beszélek, hogy az elmúlt 10 év közös vitáinak az eredmény. Letéptük magunkról azokat a bilincseket, amiket ez a liberális, megmondó világ ránk tett, amikor azt mondta, hogy már pedig a család az nem fontos, már pedig a segély az segély, és munkával nem lehet kiváltani, már pedig olyan nincs, hogy a bankokat meg lehetne adóztatni, mondta az IMF, és így tovább, de azokat meg hazaküldtünk. Szóval ezeket a vitákat megvívtuk, és én azt érzem,
hogy ezek a viták eredményeképpen az intézkedések, meg azoknak az eredményei példaként vihetők ma be abba a bizonyos európai újratervezési folyamatba. Nem akarok túlzottan naívnak látszani, én tudom, hogy nem csak arról szól a játszma, hogy sikerült meggyőzni mindenkit, vannak, akik az érdekeiket védik, és nem érveik vannak, hanem érdekeik. De azért hiszek abban, hogy van értelme ezeknek a vitáknak az Európai Parlamentben is, például kisebbségben vagyunk, persze, elenyésző kisebbségben ma még, akik így gondolkodunk. De nagyon bizalomgerjesztő az, amit a V4-ek összefogásában látunk például. Szóval én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos időszak előtt állunk Európában. Most a migráció kérdésében a népszavazásunkkal utat mutathatunk. Szerintem Európa október 2-a estén Magyarországra fog figyelni. Vannak, akik reménykedve, és vannak, akik félve fognak a magyar népszavazás eredményére figyelni. De hogy Európa oda fog figyelni, abban biztos vagyok. Itt most példát tudunk mutatni abban, hogy kiállunk a nemzeti függetlenség mellett, és azon keresztül kiállunk egy olyan közös Európa mellett, ami azokra a bizonyos alapokra épül, amiről az előbb beszéltem. Még annyit befejezésképpen, ha már ilyen nagy vágyakat fogalmazok meg, hogy mégiscsak itt az előbb szóba került, egy 60 éves évfordulót ünneplünk idén, ugye? 1956 60 éves évfordulóját. Ott akkor volt egy pillanat, amikor Magyarország egész Európa számára példát tudott adni, és utat tudott mutatni. Miért ne sikerülhetne? Most nem egy vérbe folytott forradalom által, de mondjuk egy népszavazáson keresztül, egy azt követő politikai mozgalmon keresztül, miért ne sikerülhetne felébreszteni Európát is, visszaterelni azokhoz az alapokhoz, amelyek egykor nagyjá meg sikeressé tették. Erről is szól a népszavazás kérdése, én azt gondolom, ezért is érdemes elmenni és nemmel szavazni október 2-án. Köszönöm szépen!